Elég komoly sikert értünk el az előző napi rendi pont tárgyalásánál a Fidesz-KDNP frakció képviselőivel és az ellenzéki pártok képviselőiből kiszavazó néhány jóérzésű képviselőnek a szavazatával sikerült megakadályozni azt, hogy a Városfejlesztési Kft. Érére egy oda nem illő, alkalmatlan ózdi hölgyet neveztessen ki az evattal a polgármester. Az volt a terv, hogy egy ózdi hivatali osztályvezetőt hoznak Egerbe, hogy a városi fejlesztéseket, a több milliárd, 10 milliárd forintos nagyságrendű fejlesztéseket menedzselje a jövőben, és ne cseréljék az eddig jól működő, jól dolgozó szakértőt. Hála jó Istennek, és az ellenzéki pártok képviselői közül két jóérzésű képviselőnek sikerült a polgármesternek ezt a rendkívül rossz döntését megakadályozni, úgyhogy a városi fejlesztések élén még nem egy ózdi hölgy fog diszponálni.